Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban szó lesz a szekszárdi önkormányzat által bevezetett bérleti díj moratóriumról, foglalkozunk az újranyitó boltokkal, hallhatnak a szakképzési törvény változásairól, és körülnézünk az Agrárkamara új online piac terén is. Tartsanak velünk! Nem kér bérleti díjat a városi ingatlanokban működő vállalkozásoktól a szekszárdi önkormányzat 3 hónapon keresztül. Ács Rezső, a település polgármestere azt mondja, a döntéssel a koronavírus miatti forgalomkiesés idején akarja könnyebbé tenni a cégek talpon maradását. Hasonló a helyzet a taxisokkal is, nekik helypénzt nem kell fizetniük. A cégek és a vállalkozók a kieső díjak megfizetésére később valószínűleg részletfizetési lehetőséget kapnak. 90%-kal esett vissza a forgalom ebben a szekszárdi látszerész üzletben a koronavírus miatt. A cégvezető azt mondja, kinyitni nincs értelme, leginkább ügyeleti rendben dolgoznak. Hogy mint mindenkit, minket is nagyon rosszul érintett ez a koronavírus járvány okozta válsághelyzet. A szakmát összefoglalva is ezt mondhatom, optikusok, optometristák ebben a helyzetben nagyon nehezen tudnak dolgozni, hiszen itt egy kontakt szakmáról van szó, látásvizsgálatot végzünk, ami ebben az időszakban mondjuk így ellehetetlenült. Szükség esetén el kell végeznünk ezeket a vizsgálatokat, de megfelelő óvintézkedések mellett. Ez azt jelenti így, hogy a forgalmunk, árbevételünk, hiszen ez egy egészségügyi szolgáltató és értékesítési pont, szóval így a forgalmunk, árbevételünk minimálisra csökkent, inkább csak ügyeleti szinten vagyunk nyitva. Pedig a vállalkozás Szekszárd egyik legfrekventáltabb helyén található, és az ügyfelek is jól ismerik. Most mégis szinte egyik napról a másikra tűnt el a fizetőképes kereslet. Hogy a vírus mikor vonul el, egyelőre senki nem tudja. Ezért a vállalkozás vezetője is csak bízni tud abban, hogy az évtizedek alatt elért eredményeiket nem söpri el végleg. Szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy ez egy régi múltú családi vállalkozás, és itt csak a család érintett a bérezés tekintetében és a felmerülő költségek tekintetében. A terveink szerint tudjuk vállalni az időszakot, és a jövőben is maradunk a partnereink számára itt Szekszárdon szolgáltatóként, és minden reményem ebben van, töretlenül. Ennek a cégnek a vezetője a szekszárdi önkormányzattól bérli az üzlethelyiséget. Több mint 20 vállalkozás működik ugyanígy a városban, boltosok, szolgáltatók és vendéglősök. Ők mindannyian abban bíznak, hogy a vírus minél előbb elvonul, és bár azt senki nem tudja, erre mikor kerül sor, most mégis egy kicsit fellélegezhetnek. Az önkormányzat ugyanis egy ideig nem kér tőlük bérleti díjat. Ez nem jelenti azt, hogy véglegesen elengedjük, hanem azt mondjuk, hogy egy kis levegőt adunk a helyi vállalkozásoknak annak érdekében, hogy ki tudják termelni az egyéb költségeiket. 6.-30. előtt egyébként vissza fogunk térni ezekre a kérdésekre, és megnézzük, hogy lesz szükség, vagy lesz-e szükség még arra, hogy ezt további 90 nappal, vagy akár egy fél éve meghosszabbítsuk. Vagyis az önkormányzati ingatlanokat bérlő vállalkozások első körben 90 napra biztosan fizetési moratóriumot kaptak. A riport elején mutatott szekszárdi vállalkozás vezetője azt mondja, ez hatalmas segítség nekik ezekben a vészterhes időkben. A moratórium nagyon jól jön, nagy segítség ez a kereskedők számára, így természetesen nekünk is. Reméljük, hogy a 3 hónap elteltével és a moratóriumot feloldva aztán egy megegyezéssel tovább tudunk jól működni. A taxisok is mentesülnek a helypénz fizetése alól ideiglenesen. Ezt az ágazatot is nagyon súlyosan érinti a koronavírus járvány terjedése. Hiába fertőtlenítik naponta az autóikat, és hiába dolgozik szinte minden személyszállító maszkban és kesztyűben, az utasok most elmaradnak. Olyannyira, hogy Szekszárdon hétvégén és éjszakánként már csak 1-2 sofőr dolgozik. Hát nem csak az üzletek tulajdonképpen, hanem a taxis engedélyek, közszert használni engedélyek esetében úgy döntöttem, hogy 2026-30-áig egyfajta moratórium lép életbe, annak megfelelően nem kell fizetni a bérleti díjakat, illetve a különböző engedélyeknek a díjait. Ács Rezső azt mondja, a bérleti díjak és a helypénz ideiglenes elengedésével is segíteni akarja a cégeket, hogy könnyebben vészeljék át a koronavírus miatti forgalomkiesést. Hiszen az a célunk, hogy a helyi vállalkozókat segítsünk abban, hogy fönn tudjanak maradni, tudják az alkalmazottakat foglalkoztatni, helyezt pedig az önkormányzatnak az a segítsége, hogy az üzleteknek a bérleti díját mondjuk elhalasztja, vagy éppen az önkormányzati munkáknál őket hozza a helyzetbe, úgyhogy ezen dolgozunk most a következő hetekben, úgy remélem, hogy
ez találkozni fog a vállalkozók igényével, és segít őket átvészelni ebben a nehéz időszakban ezt a néhány hónapot, hogy ne kelljen fizetni, illetve ugye van egy központi könnyítés is, ami szintén az önkormányzatokat érinti, pedig az, hogy a helyi adókat nem május 31-ig kell most bevallani és befizetni, hanem szeptember 30-ig. Tehát az önkormányzatok, én azt gondolom, hogy kiveszik a részüket abból a finanszírozásból, ami a magyar gazdaságnak a talpalását fogja segíteni a következő években. A mostani könnyítések több mint 20 szekszárdi kisvállalkozót és a városban dolgozó taxisokat érintik. Nehéz helyzetbe kerültek a kereskedők, vendéglátósok a koronavírus járvány miatt. Korlátozták a nyitvatartásukat, illetve azt, mikor és hogyan árusíthatják portékájukat. Az üzletek, vendéglátóipari egységek bezártak, mert csökkent a forgalmuk és tartottak a járványtól is. Azóta egy hónap telt el, és több cégvezető úgy döntött, ha nem nyitnak ki és alkalmazkodnak az új szabályokhoz, végleg megszűnhetnek. Ezt legyen kedves még egyszer megpróbálni. Jegygyűrűk között válogat egy pár egy szekszárdi ékszerüzletben. Hosszú idő óta először próbálhatják fel személyesen az ékszereket, mivel az üzlet több hétig zárva volt a koronavírus járvány miatt. Ám a leállás közben is sok megkeresés érkezett hozzájuk, ezért döntöttek úgy, hogy újra kinyitnak, a megfelelő óvintézkedéseket megtéve. A járvány miatt egyszerre csak két személy tartózkodhat az üzletben. Hát nagyon sok kéréssel fordultak hozzánk, sok a megrendelésünk, és vannak vásárlók, akik a javításokért szerettek volna befáradni, és van igény vásárlásra is. Az ékszerbolt, a ruha vagy éppen a sportboltokhoz hasonlóan jelenleg 9-től 3-ig tarthat csak nyitva. Az egyik szekszárdi cukrászda tulajdonosa is hasonló elhatározásra jutott, mint az ékszerüzlet vezetője. Egy hónapos kényszerszünet után úgy döntött, újra kinyitnak, és elvitelre készítenek süteményeket, valamint fagylaltot is kiadnak igény esetén. Szemesi Judit azt mondja, ez a bevétel éppen csak arra lesz elegendő, hogy kifizesse az alkalmazottait és átvészeljék ezt az időszakot. Ennek elsősorban ugye gazdasági oka is volt, tehát ugye kisvállalkozóként nem tehetem meg, hogy nincs bevételem hónapokig, mind a mellett ugye alkalmazottjaim vannak, akik ugye egy darabig szabadságon vannak, de utána, hát utána ott volt a kérdőjel, hogy mi lesz. Szemesi Judit tisztán emlékszik arra a pillanatra, amikor kiderült, hogy a koronavírus járvány miatt be kell zárniuk. Nem sok volt. Én egy hétig ültem a nappaliba, és azt se tudtam, hogy mit csináljak. Tehát ültem a nappaliba, és mindenkit leöntöttek hideg vízzel, egyszerűen nem működött az agyam. Hogy most fejezzem be, sírjak, vagy ne sírjak, vagy hova menjek, mit csináljak. És egy hét után kezdtem helyrejönni, és azt mondani, hogy jó, hát egyszer ennek vége lesz, és folytatni kell. És a bajból csak úgy lehet kilábalni, hogyha ha befektetünk, és hajtunk előre ugyanúgy, mint az elmúlt 8 évben. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, érthető a cégek reakciója, mivel ha továbbra is zárva tartanak, tönkre mennek, és el kell bocsátaniuk az alkalmazottaikat. Én értem a vállalkozókat is, nekik megvannak a kötelezettségeik, megvannak a vevőkörük, és hát akármennyire ugye, a minimális járulékot kell befizetniük, ezt a havi 7710 forintot, gyakorlatilag semmilyen bevételük nincs, a rezsiköltségeket fizetni kell, az alkalmazottakat fizetni kell, és hát nehezen tudják ezeket kigazdálkodni. A vállalkozók többsége gyakorlatilag éppen azért, mert a jövedelme jelentősen csökkent, a szabályokat már igyekszik betartani, nehézségei vannak, annak ellenére, hogy különböző kedvezményeket is biztosított a kormány, például a szolgáltatóknál is, illetve a június 30-áig a katás vállalkozóknak a járulék csökkentve lett, illetve nem kell befizetni bizonyos kötelezettségeket. Úgy látjuk, hogy itt várható a jövőben egyfajta lazítás, mert úgy lenne célszerű, hogy valamennyi vállalkozóra egységes legyen a rendelkezések. A kamara tehát kezdeményezte, hogy minden vállalkozóra terjedjen ki egységes és enyhébb szabályozás, mint ami jelenleg van érvényben. Vagyis azt szeretnék, hogy minden boltban egységes legyen a nyitvatartás.
A koronavírus miatt piacukat elveszített mezőgazdasági kistermelőket, állattenyésztőket, valamint a kisüzemi élelmiszer előállítókat segíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara online piactere. A felületre a termelők, tenyésztők és előállítók regisztrálhatnak. Ezután a termékeiket kereskedők tudják böngészni. A rendszer már el is indult. A koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések a mezőgazdaságot is érzékenyen érintették. A kistermelők és az élelmiszer előállítók jelentős része egyszerűen elvesztette a piacát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új online felülete ezeket a termelőket segíti. A NAK piac tér egy olyan online felület, ami lehetővé teszi az élelmiszer termelők és előállítók, illetve a kereskedők vagy a felvásárlók közötti közvetlen kapcsolatfelvételt. Az elektronikus piactér felülettel szeretné segíteni a helyi termelők, felvásárlók, kereskedők összekötését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A koronavírus járvány miatt nagyon sok termelő nehéz helyzetbe került, sok piac bezárt, nem üzemelnek a konyhák, az éttermek, és sajnos nincsenek rendezvények sem. Értékesítési lehetőség hiányában a termelők nem találnak vásárlót a termékeikre. A NAK piactér használatával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbítja a regisztrált őstermelők és élelmiszer előállítók adatait a kereskedők felé, így a korábban a vírus miatt bajba jutott mezőgazdászok stabil, állandó felvásárlópiachoz juthatnak. Ezen az új értékesítési felületen, a piactéren díjmentes regisztrációt követően a felvásárlók megtalálhatják a számukra fontos áruknak az értékesítői termelőit. Termelők is egy regisztrációt követően tudnak bekerülni a piactérnek a nyilvántartásába, ott utána különböző szűrők alapján kereshetővé válnak. A kamara csak mint közvetítő segíti a későbbi üzletek megkötését, így könnyebben találnak célba a mezőgazdászok által előállított termékek. Miután ugye a termelő megadta az adatait, ezután a kereskedők, felvásárlók tudják velük felvenni a kapcsolatot. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ennek a felületnek csak az online részét biztosítja. Utána már a termelők, a felvásárlók, kereskedők egymás között továbbítják a további üzletkötési, szerződéskötési és egyéb tárgyalási folyamatokat. Az online piactér még csak a napokban nyílt meg. Azok a kamarai tagok, akik részt szeretnének venni a programban, már jelentkezhetnek az Agrárkamara piactér oldalán. Természetesen a regisztráció során megadott adatok változtathatók, módosíthatók, és hogyha úgy kívánja a termelő, vagy a felvásárló, kereskedő, akkor törölheti is ezt a profilt. A kamara kezdeményezése elsősorban a nehéz helyzetbe került kistermelőket és kereskedőket célozza meg, de az online piactérre ezek mellett a késztermék előállítók is regisztrálhatnak. Úgy alapanyagokat, mint élelmiszeripari feldolgozott termékek is megtalálhatóak lesznek. Az online piactérre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kifejezetten erre a célra létrehozott internetes felületén lehet regisztrálni. Február végén Szekszárdon is bemutatták az oktatói minősítési rendszer egy részét, amely lehetőséget teremt a tanárok munkájának elismerésére. Erre országos szinten 35 milliárd forint plusz anyagi forrás ad lehetőséget. Többek között erről is beszélt Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár országjáró körútja során a Tolnai megyeszékhelyen. Az értekezleten a tanintézmények igazgatóinak lehetőségük volt feltenni kérdéseiket, amelyekre már gyakorlati, az új szakképzési törvény végrehajtási rendeletében foglalt válaszokat kaptak. Most az erről szóló összeállításunkat nézhetik meg újra. Készülnek jövő heti vizsgájukra a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképzőiskola asztalosnak tanuló növendékei. Az elméleti és gyakorlati oktatásukban is változás történik szeptembertől. Február elején jelent meg az új szakképzési törvény végrehajtási rendelete. Ennek gyakorlati részéről tartott előadást iskola igazgatóknak Pölöskei Gáborné, a szakképzésért felelős helyettes államtitkár országjáró körútja során Szekszárdon. Kiemelte, nagyobb fokú szervezettséget visznek a szakképzés rendszerébe. A kancellár, az igazgató és az igazgató helyettesek feladatait is sikerült nagyon jól elválasztani a helyettes államtitkár szerint. Az igazgatók nagyobb szakmai szabadságot kapnak, amibe azonban nem tartozik bele a képzés szerkezetének meghatározása. Ez a kancellárok feladata lesz. Gyakorlatilag a szakmai részét az iskolák viszik, ők felelnek az iskolának a jó működéséért, hogy
pontosan a szakma helyén legyen, de hogy milyen képzési szerkezet legyen, és egyéb más forrásban, működésben jól működjenek, azért viszont a centrum fog felelni. Gyakorlatilag a képzési szerkezet kialakítása az azért fontos, hogy egységes legyen, mert a centrum az, amelyik menedzseli a térségnek a szakképzését, és így a képzések összehangolhatók lesznek. Így a párhuzamos képzések kevésbé valósulnak meg, így egy forrás koncentrációval jelentősebb fejlesztéseket tudunk majd csinálni. Úgyhogy szervezettséget viszünk a rendszerbe, reméljük, hogy nagyobb fokkal. És egy munkaértekezlet az, ami előtt állunk. Munkaértekezlet lényege az, hogy a leglényegesebb irányokat, mit miért csinálunk, megbeszéljük. A megbeszélés az valóban így van, hogy kérdésfelelek formában is legyen, tehát feltegyék azokat a kérdéseket, ami foglalkoztatja őket, és reméljük, hogy ez az operatív kapcsolatfelvétel, illetve kérdés-válasz, az a munkájukat igen jelentősen fogja segíteni, hiszen fel kell készülni a szeptemberre, igazából most már a szeptemberre való felkészülést kezdtük ezzel így el. A duális képzés pedig erősödni fog, mivel a tanulók az elméleti, ágazati képzést követően tudnak szakosodni, és több időt eltölteni a vállalkozásoknál, ahol megtanulják a választott szakma gyakorlati részét. Ilyen lehetőség van a Paksi Gemenc Autóháznál, ahol másfél éve új e-learning elektronikus tanulás segítő programot vezettek be. A tanulók így a szakma legújabb részeit tudják először elektronikusan elsajátítani, majd rögtön gyakorlatba is ültetni. A legaktuálisabb, legkorszerűbb tananyagokkal tudjuk bővíteni, változtatni a mi képzési rendszerünkben lévő ismeretanyagot, tudásanyagot, és ezt a tanulóink is nagy szeretettel fogadják, és tényleg élvezik ennek a korszerű oktatásnak az előnyeit. Nem kell nagyon, nézd csak, figyelj, nézd csak mekkora. Itt ahogy. Tetszik ez az elektronikus maga, tehát hogy létesítették ezt az egész folyamatot, hogy kitaláltak egy programot, és hogy lehet csinálgatni elektronikusan is. Megmondom, hogy szintén otthon is csinálom nagyon szívesen. Hogy valóban jobban összefonódik az iskola és a vállalatnak a kapcsolata, és a tanulóknak nem is ösztöndíjakról beszélünk már a továbbiakban, majd hogyha duális képzésbe kikerülnek, hanem munkaszerződést köt velük a vállalat. Ez alapján a vállalat, miután munkaszerződés, ő fogja kiválasztani a tanulókat, de csak azokat a tanulókat, akiket felkészítünk már, hogy ők azzal az ágazati kompetenciával rendelkeznek. Hiszen változik a képzésnek a szerkezete. A technikusi képzés az első két év az ágazatról szól, tehát itt még nem választ szakmát, és akkor, amikor szakmát választ, ez gyakorlatilag a vállalatokkal közösen történik, hiszen a vállalatok elmondják, hogy neki milyen szakmára van szükség, és így egymásra fognak találni. Vagyis valóban keresletvezéreltét tesszük a képzést. Ez igaz a szakképző iskolák esetében is, amikor egyéves ez az ágazati képzés. Az ágazati képzésnél például tanulnak munkavédelmet, és még sok minden más olyat, hogy megismerjék, hogy milyen szakmák vannak az ágazatban. Ami azt gondolom, hogy fontos ahhoz, hogyha valóban termelő tevékenység, környezetbe oktatjuk tovább őket, a gyerekeknek mindenről már ismeretekkel kell rendelkezni. Másrészt meg azt hiszem, hogy a megalapozottabb lesz majd a szakmáknak a választásának a választása is, hiszen akkor már tudja, hogy milyen szakmák tartoznak az ágazathoz. Bemutatták az oktatói minősítési rendszert, amely lehetőséget teremt a tanárok munkájának elismerésére. Országos szinten 35 milliárd forint plusz anyagi forrásból tudják ezt megtenni. Készítettünk, és ezt most bemutatjuk a tanároknak, egyelőre a vezetőknek, azt a oktatói minősítési rendszernek egy lábát, amely lehetőséget teremt arra, hogy maga a bért valamilyen minőséghez kössük. Különbözően dolgoznak a tantestületekben a tanárok, mint minden munkahelyen. Különböző minőségi munkát végeznek. Azt gondoljuk, hogy ezt meg kell fizetni. Erre most lehetőség lesz ezzel a bérrendeléssel, hiszen 35 milliárd forint plusz jön be a rendszerbe. Ennek a felosztásánál mindenképpen praktikus kihasználni azt, hogy már egy minősített rendszerben történik ennek a szétosztása. A munkatörvénykönyv előír egy kötelező pótszabadsági rendszert, ami korhoz kötött. És nekünk ez egy fontos dolog, hiszen aki például egy 45 éves oktató esetében,
így 5 nappal nem kevesebb, hanem több szabadsága lesz, mint a KJT rendszerben. Miért? Mert hogyha az oktatási minősítési rendszerhez mindezt hozzákötjük, azt gondoljuk, hogy az oktatóknak a feltöltődése, a regenerációja fontosabb, fontos, hogy ne égjenek ki, ehhez több szabadságot kell adni. Mi ezt most biztosítjuk. A cél az, hogy a szakképzés vonzóbb legyen. A diákok minőségi oktatást kapjanak, megújult tartalommal és módszertannal. Hozam című gazdasági magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.